Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe van, ami magyar népünk olyan kedvesen köszönti az üzanyát, ilyenkor tavasszal, amikor virágba borulnak a fák, amikor mindenütt az élet, a bontakozó élet csodája vesz körül bennünket. Köszöntjük a szűzanyát, akit a Jóisten kiválasztott, hogy az ő személyén keresztül a teremtés beteljesedjék, hogy a Teremtő Isten az ő végtelen emberszerető jóságával összekösse az ő isteni életét a teremtményi emberi életünkkel. A szűzanya képviseli az egész emberiséget ott Názáretben, amikor az Úristen meghívja őt, kiválasztja, és ezt a csodálatos feladatot bízza rá, hogy ő fogadja, ő vállalja az isteni élet befogadását. A fogantatásnak, az élet elindulásának, születésének csodálatos ünnepe ez. Természetesen a mi ünnepi rendünkben elválaszthatatlan karácsony ünnepétől nem véletlen, hogy az őseink ilyen kedves figyelmességgel december 25-e előtt 9 hónappal március 25-én ünneplik a fogantatás csodáját. Ami majd karácsonykor beteljesedik, amikor Jézus Betlehemben megszületik, Mária gyermekeként, aki az Isten hatalmas fiának bizonyul majd a halálból való feltámadása után. A teremtés örök titka az idők teljességében így válik teljessé. Amit az Úristen örök szeretetében elgondolt, hogy mindent értünk teremtett. Értünk emberekért, akiket az ő képmására teremtett, és akit szabad akarattal, a szabad szeretetben megfogalmazott választással tudjunk válaszolni az Úristen meghívó szeretetére. Csodálatos belegondolni, hogy itt kezdődik Isten és ember elválaszthatatlan kapcsolata, Jézus Krisztus személyében, de a szűzanya személyén keresztül. A szűzanya személyén keresztül mindnyájan részesei vagyunk ennek a csodának. Elindul az élet. Napokban fiatal jegyes párral beszélgettem a jövőjükről, az Úristentől kapott hivatásukról. És úgy örültem nekik, hogy ők is erről beszéltek, ennek a csodának a várakozásában indulnak el, hogyha Jóisten megáldja őket, akkor ők is egy kis gyermeknek adhatnak életet. Isten ember szerető jósága, az élet csodálatos ajándékozója köszönt bennünket ezen a mai ünnepen. És mi a szűzanyával együtt akarunk választ adni erre. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. S valahányszor a Szent Misén ott vagyunk, meghatódva, megilletődve kell a szent áldozásra készülnünk, hiszen Jézus ezt mindnyájunknak szánja, ezt a csodát, ezt az ajándékot, hogy ő bennünk éljen. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kérjük a szűzanyát, hogy a mi életünk is gyümölcsöző legyen. A mi életünkből is Isten szeretetének üzenete, a reménység, az örök üdvösség üzenete forrásozzék. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Áldott ünnepet kívánok!